Jubilál a nyíregyházi Kródi Gyula Gimnázium. Fennállásának 50 éves évfordulóját számos programmal ünnepli meg a napokban az intézmény, amely egyébként rendre a legjobb megyei gimnáziumként szerepel a különböző oktatási rangsorokban. A képzést a jövőben a hazafias nevelés több elemével színesítik. Immár 5 éve folyamatosan részt vesz a Magyar Honvédség által rendezett országos haditorna versenyen a nyíregyházi Kródi Gyula Gimnázium, amelynek diákjai minden alkalommal nagy érdeklődést mutattak az esemény iránt. Ezen felbátorodva az intézmény egyik testnevelés tanára, Takács Sándor kidolgozott egy programot, amely által a Magyar Honvédséggel karöltve beépítik a gimnáziumi oktatásába a honvédelmi nevelés egyes elemeit. A programnak a lényege két részből tevődik össze, egyik egy párhuzamos oktatás, ami azt jelenti, hogy a tanmenet szerinti tanulás folyamat mellett szeretnénk becsempészni a honvédelmi nevelés egyes gyakorlati elemeit. Egy ilyen gyakorlati elem lehet például egy kétkezes váltófutás oktatása, a váltóbot helyett most egy fegyveres váltásra gondolunk. Egy alternatív sportolási lehetőség, mondjuk a közelharc. A közelharcot mondjuk egy páros küzdelem, katonai páros küzdelemre tudjuk átvinni. Mondhatnék számos példákat még ilyen jellegű gyakorlatokra, tehát ez végig kísérni az egész tanmenetet, a lehetőséget. Másrésztről a pályaorientáció, a továbbtanulás, a közösségi szolgálat 50 órás teljesítése, a hadisírgondozás, a nyári táborok és a kadettképzés formájában jelentkezne a lehetőség. A még alakulóban lévő új nemzeti alaptanterv a következő évtől egyébként kimondott célként tűzte ki a hazafias nevelést a közoktatásban, ám a Kródi Gyula Gimnázium mindezt megelőzve már is gyakorlati szintre léptette ezt intézményében. Köszöntöm a stúdióban Krisz Gyulát, a Kródi Gyula Gimnázium intézményvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát nagyon szép kerek születésnaphoz érkezett a gimnázium. Hogyan ünnepli ezt a jubileumot az intézmény? 1969-ben indult el az első Kródis évfolyam, akkor még a Kródi közben, és még nem hívták Kródinak ezt az intézményt. A városi hagyomány csatolta a Kródi nevet a gimnáziumhoz. Sok módosítással, profilváltozással, szakközépiskolai osztályokkal jutottunk el addig a pillanatig, amikor végül a Kródi közé épületet is kinőtte az iskola, és az Epreskert utcára került. Ez az 50 évet ünnepelni nagyon megtisztelő feladata az iskola jelenlegi diákjainak és a volt diákjainak is. Számos olyan rendezvényt hívtunk életre ebben a elkövetkezendő, illetve ezen a héten, amikor iskolánk volt tanítványai, a jelenlegieknek tartanak egy kis élménybeszámolót, és ugyanakkor tudományos igényű előadásokat is arról, hogy hová és milyen irányba fejlesztették önmagukat az elmúlt időszakban, illetve szombaton egy jubileumi gálával fogjuk ezt a jubileumi hetet lezárni, ahol szinte kivétel nélkül volt krudis tanítványok fognak fellépni. Meghívtuk volt kollégáinkat, mindazokat, akik az intézménnyel szorosabb kapcsolatot ápoltak az elmúlt években, és hát bízom abban, hogy nagyon jól fog sikerülni ez a műsor is. Hogy látja a jelenlegi diákok, mennyire tudják ezt megélni vagy átélni, ennek az 50 évek a jelentőségét? Azt gondolom, hogy aki már előrébb jár, annak ez egészen mást jelent, mint a mostani. Nagyon nagy lelkesedéssel vesznek részt egyébként a programokon. Igazán úgy érzem, hogy kíváncsian figyelik azoknak a volt krúdisoknak az életútját, akik sokra vitték az életben, igyekeznek meríteni azokból az ötletekből, amiket ők megvalósítottak. De hát a krúdis diákokra amúgy is jellemző mindig az a fajta kíváncsiság és útkeresés, ami kívülre is vezet az intézmény falain kívül. Mi az, amire most büszkén tekint vissza ez az iskola? Leginkább azt hiszem, hogy azok az eredmények, amelyeket az utóbbi évtizedekben elértünk, ami kiemelt helyre hozták az iskolát, erre kell a leginkább büszkének lennünk. Nem csak a tanulmányi versenyek, a kiváló érettségi eredmények a rangsorokban elfoglalt helyet, nagyon sokféle rangsorban szerepelt már az intézmény az elmúlt évtizedekben, hanem
Amire igazán büszkék lehetünk az az, hogy olyan fajta szemléletet tudtunk adni a diákjainknak, hogy az önálló gondolkodásukkal, a saját élet céljaikkal összhangban, harmóniában találhassák meg a jövőjüket. A Krúdi mindig támogató iskola volt, mint nem csak tantervről, tananyagról szólt az életünk, hanem arról a fajta szellemiségről is, amit a névadónktól kölcsönöztünk, hogy felragyogni a vízen, tehát megtalálni azokat a pontokat, azokat az életcélokat, amiben kiteljesedhet mindenki saját céljai szerint. Rendkívüli módon felgyorsult a világ, a tudomány, és hát az élet is. Hogyan tudja a Krúdi ezt a tempót követni? Nehezen. Nem csak a tanterve folyamatos felülvizsgálata kell, hogy megtörténjen, hanem azoknak a készség területeknek a feltérképezése is, ami a 21. századi sikeres ember, sikeres munkavállalót fogja majd jellemezni, amiről mi nagyon keveset tudunk. Az iskola zárt világában nehéz információkat úgy megosztani egymással, hogy az hatékonyan működjön. A vizsgarendszerünk ráadásul dacára annak, hogy volt a kétszintű vizsgarendszerrel egy jelentős fejlesztés, további reformok előtt áll, hiszen ez még mindig a hagyományos papíron dolgozunk, írunk és a szaktanár javítja típusú vizsga. Nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy az elkövetkezendő évtizedekben gyökeres változás itt nem várható, mert szerintem lesz. Egyre többet hallani az élmény alapú oktatásról. Ebben tud-e előrelépni a Krúdi? Egy meglehetősen nagy létszámmal, nagy gyereklétszámmal dolgozó intézmény vagyunk. A valamikori ötös iskola épületét kismértékben kibővítették a 2002-es felújítás során, de azért ezeket az osztálytermeket például 30 fős osztályokra tervezték, és hát nem ritkán 38-40 gyerek is van benne. Az élmény alapú oktatás teljes megvalósítása szerintem még távol áll tőlünk is. Ugyanakkor a egyéni pedagógus aktivitások azt mutatják, hogy vannak működőképes szegmensei ennek is nálunk. Milyen finanszírozással tud működni az iskola, miben tudnak gondolkodni, milyen jövőképe tud lenni? A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működünk, és az utóbbi években azt mondhatom, hogy a tankerület vezetője, Gasperné Román Margit igazgatóasszony nagy támogatója volt az intézmény innovációnak. Minden esetben mellé tudott állni azoknak a törekvéseknek, amiket az intézményen belül kijelöltünk. A gimnáziumi nevelés és oktatás kismértékben háttérbe szorult az elmúlt években, hiszen a nagyobb feladat oktatáspolitikai szinten is a szakképzés megújítása volt. Ugyanakkor mégsem éreztük azt, hogy háttérbe szorultunk volna, és ötleteinket, elképzeléseinket vissza kellett volna fogni kimondottan amiatt, mert nincsenek rá keretek. Én azt hiszem, hogy egy stabil fejlődési irányt tudtunk venni az államosítás után eltelt időszakkal, kiszámíthatóvá vált az intézménynek a finanszírozása, működése, és támogatást kapunk ahhoz, hogy ha olyan igényeink vannak, akkor akár technológiában, akár pedig infrastruktúrában fejleszteni tudjuk az intézményt. A Krúdi amellett, hogy az egyik legjobb, és ugye említette, hogy nagyon sok rangsorban igen előkelő helyen áll, a gimnáziumok között, itt Nyíregyházen, de talán a megyében is egy reál beállítódású gimnáziumként van elkönyvelve. Marad ez így a jövőben is, vagy van valamilyen más elképzelés is? Annak ellenére, hogy reál gimnáziumként vagyunk elkönyvelve, mert biológia és a matematika tagozatnak köszönhető elsősorban, de két általános tantervi osztályunk van, ahol a humán tantárgyak óra száma magasabb az alaptantervi minimumhoz képest, és én úgy érzem, hogy az eredményességünkben is nagyságrendeket segített a diákoknak az, hogy
a humántudományokban is tanulmányokat el tudják végezni, tudnak fejlődni. Én azt gondolom, hogy nem választható szét humán és reáltudomány körre egy iskola élete. Akár a művészetekre gondolunk, akár az irodalomra, akár a történelemre, mint egy rendkívül logikus disziplinára, ez mind segíti a eredményességünket. Miért tartották fontosnak, hogy ezt a hazafias nevelést elindítsák, ezt a honvédelmi vonalat? Voltak korábbi kapcsolataink a honvédséggel, és ez a kollégám, aki most mesterprogramot ír és szeretné végrehajtani, ő keresett meg, hogy támogassuk. Én nagyon örültem annak, hogy egy ilyen jellegű újításra sor kerül, különösképpen azért, hogy a honvédség támogatja szakmailag ezt a megújítást. Fontos az, hogy nevesítsünk olyan fajta tanterven kívüli célokat, amelyek nélkülözhetetlenek. Itt a hazafias nevelésre helyezném a hangsúlyt. Megvannak mindig az alapjai. Általános iskolában is, nyilván középiskolában is foglalkozunk ezekkel a témákkal nagyon sok területén az oktatásnak, de a maga a gyakorlati része az utóbbi évtizedekben elsikadt, és ezt szerettük volna egy kicsit korábbi hagyományokhoz visszanyúlva feleleveníteni. A Krúdinak a szellemiségéről beszélt a beszélgetésünk elején, akkor zárjuk is ezzel, hogy ezt milyen irányba próbálják vinni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a diákok, akik krúdisok lesznek, és a legtöbben nagyon jól érzik magukat ebben az iskolában, attól függetlenül, hogy kiemelkedő versenyzők lesznek-e, vagy pedig csak hétköznapi eminenciásai egy-egy osztálynak, de az a jó hangulat, az meghatározza azt a pozitív légkört, amiben még mindig jó érzés tanulni, még mindig egymás sikereinek tanulnak megörülni, egy olyan fajta kooperációt tudnak elsajátítani, ami szerintem a 21. században az egyik legnélkülözhetetlenebb tevékenységi forrás lesz. Krisz Gyula, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt ma este.